Kedves elsős gyerekek! Szeretettel köszöntelek titeket ezúttal is a Telesuli műsorában. Mária tanítónéni vagyok, és a kolozsvári Bátori István elméleti liceumban tanítok. A mai alkalommal nem egyedül jöttem. Elhoztam magammal egy erdőlakót, aki nem más, mint Ugri Nyuszi. Együtt fogunk kalandozni a mai nap, és átismételjük az eddig tanultakat. Szervusztok, gyerekek! Tartsatok velünk! Nézzétek csak! Ugrina kicsi lett az otthona, szinte alig fér be. Kíváncsiak vagytok miért? Elmesélem. Egy szép nyári nap, Süni Soma elégedetten tekintett végig éléskamrájának polcain. Remek nyarunk és őszünk volt, ennyi tartalékot még soha nem sikerült eltennem. Állapította meg vidáman. Éppen még egy zsák almát szuszakolt volna be a már meglévők mellé, amikor Ugri Nyuszi érkezett látogatóba. Úgy látom, neked is nagyszerű termésed volt. Én is most pakoltam tele a kamrámat, és mondhatom, alig férek el a rengeteg sárgarépától és káposztától, nem is beszélve az óriási zellereimtől. Talán rá is fogok unni erre a finomságra. Na hát, én is pont ezen gondolkodtam az előbb, mondta Süni. Mondd csak, mi lenne, ha cserélnénk? Én adnék neked gyümölcsöket, te pedig adnál nekem zöldséget. Ez aztán a pompás ötlet, lelkesedett a nyúl, s már épp haza akart rohanni pár zellerért, amikor az egyik fa tetejéről rákcsa a mókus ugrott eléjük. Hallottam, miről beszélgettetek? Az a helyzet, hogy én is jó termést akarítottam be. Alig férek a sok diós, magyaros és makkos zsáktól. Nem csereberélhetnénk veletek én is? Miért is ne, mondta a Sün, bár nekem még jobb gondolatom támadt, mivel az összes erdőlakó több gyümölcsöt és zöldséget szüretelt, mint amennyit megbír enni, ezért talán legjobb lenne, ha mindenki mindenkivel cserélgetne. Talán mások is örülnének ennek a lehetőségnek, folytatta, majd papírt vett elő, amelyre hatalmas betűkkel felírta. Minden erdőlakónak holnap az erdei tisztáson csereberét rendezünk. Akinek fölösleges gyümölcse, zöldsége van, hozza el és cserélje olyan termésre, amilyenre szüksége van. Lett is nagy izgalom a felhívásra, s másnap reggel a tisztás csak úgy nyüzsgött a sok erdőlakótól. Soma almát, körtét vitt. Ugri rengeteg káposztát, a mókus pedig természetesen mogyorót, a vaddisznó egy zsák gesztenyét, a hörcsög buzaszemet, a rigó áfonyát hozott. Mire dél lett, mindenki elégedetten pakolta össze a terméseiért elcserélt portékákat. Ezt jól kigondoltad, fordult Ugri Somához, miközben a szekerére pakolászott. Van most már gesztenyém, gombám, makkom és almát is kaptam. Nekem pedig sikerült szertennem sütőtökre és áfonyára, örvendezett a Sün. Így aztán nem kell aggódnunk amiatt, hogy ráununk a csemegékre. Úgy bizony, helyeselt a Nyuszi. Ezentúl az erdő lakói minden ősszel kicserélték fölösleges élelmüket egymás között, s valamennyien változatos termésekkel teli kamrával várták a hosszú téli napokat. Remélem tetszett a mese. Miért is lett kicsi Nyuszi otthona? Azért, mert zsúfolásig telepakolta mindenféle fajta élelemmel. De kíváncsiak vagytok, hogy nézett ki Sün Soma kamrája? Gyertek, induljunk el, s nézzük meg! Hogy ne unatkozzunk, olvassuk végig az úton lévő szavakat. Olvassuk együtt. Te,
ma, sok, tele, polc, soma. Nézzétek csak! Sünsama már jön is velünk szembe. És éppen azt meséli, hogy a kamrájába valami mocorog. Gyertek, fussunk be a kamrába, és nézzük meg, mi lehet az. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi van a kamrába, helyettesítenünk kell a kör közepén lévő hiányos szót egyenként azokkal a betűkkel, amelyek a körben vannak, hogy értelmes szavakat kapjunk. Majd a megmaradt betűkből rájövünk, hogy mi van a kamrába. Lássuk csak, kezdjük a T betűvel. Át, értelmes. Aztán az AM betű következik. Ám, ez is értelmes. A P betű, áp, ilyen szó sajnos nincs, nem értelmes. A L betű következik, áll, ez is egy értelmes, ugye? Az O betű, áó, ilyen szavunk sincs. A S betű következik, ás, ez is értelmes, és a K betű következik, ák, ilyen szó sincs. Lássuk, milyen betűk maradtak meg. A P, az O és a K. Összeolvasva, pók. Most, hogy megtudtuk, mi mozgott a kamrába, gyertek, nézzünk körül, hogy megtudjuk, mit tárolt Soma a kamrájában. Ha rákattintunk egyenként arra a betűre, ami hiányzik a szóból, rögtön meg is tudjuk. Olvassuk együtt, és keressük meg az értelmes szavakat. Tal vagy tál? Természetesen tál. Alm? Hallom már, sugjátok is, hogy alma. Ásó vagy ásó? Helyesen, ásó bizony, nagyon jó, ügyesek vagytok. Mak vagy mák volt a kamrájába? Természetesen mak, mert a mak szót írjuk hosszú K betűvel. Só vagy só volt a kamrába? Só volt a kamrába, ügyesek vagytok. És polc vagy polc? Természetesen polc, mert a polcot írjuk rövid O betűvel. Nagyon jó! Pihenjünk egy keveset Soma lakásába, és vegyük szemügyre a barátait. Színezzük ki a képek alatt azt a szókártyát, amelyikből megtudjuk, hogy kik a barátaik. Az első képen mit látunk? Olvassuk az alatta lévő szókártyákat. Kas, kos. Mi is ez? Egy kos. Nagyon jó. A második képen lássuk, mi van, olvassuk a szókártyákat. Pocok, pocak. Ez bizony egy pocok. A pocok is a barátja a süninek. Kakaó vagy kakukkot látunk a harmadik képen. Bizony, bizony egy madár. A kakukkot látjuk a képen, és az utolsó képen pedig mak vagy muk. A kis Manó fiúcskát muknak hívják. Ő az egyik legjobb barátja Sünsomának. Nézzétek csak, már üdvözöl is minket a kis muk, és arra kér, hogy játszodjunk vele. Alkossunk szavakat az összetartozó szótagokkal. Olvassuk el az első oszlopban lévő szótagokat. Á, kam, tál, lám. A második oszlopban lévő szótagokat is olvassuk el. Pa, só, pó, ca. Vajon milyen szavakat alkothatunk ezekből a szótagokból? Lássuk csak. Á, só. Kam, mi lehet? Kampó, nagyon jó. Tál, ca, és az utolsó pedig nem más, mint a lámpa. Ügyesek vagytok. Sötétedés előtt az erdei állatkák két kuckóba vetettek ágyat nekünk, de megkértek,
hogy vigyünk magunkkal néhány dolgot és élőlényt is. Az első kuckóba olyan dolgokat és élőlényeket vihetünk magunkkal, amiből csak egy van. A másodikba pedig, amiből több van. Olvassuk a szavakat és válogassuk szét. Mak. Ebből csak egy van, akkor az első kuckóba visszük magunkkal. Pókok. Egy pók volt Soma kamrájába, de itt már több van, tehát a második kuckóba kerül ez a szó. Mák. Ebből is egy van. Ezt is az első kuckóba visszük magunkkal. Cipók. Ebből már több van, tehát a második kuckóba kerül ez a szó is. Kukac. Ebből is egy van, tehát a mak és a mákkal fogjuk magunkkal vinni az első kuckóba. Kakuk. Ez is egy madár, ugye az első kuckóba visszük magunkkal, és az utolsó szót is olvassuk, levelek. Ebből bizony több van, tehát az második kuckóba fogjuk magunkkal vinni. A kandalló mellett Soma, Misi és Elek három manófiú mesélt. Soma elmesélte azt, hogy mit talált, Misi azt, hogy mit vett, és Elek pedig, hogy mit evett. Gyertek, olvassuk el a kérdéseket és a válaszokat is, úgy, hogy húzzuk alá azt az egy szót, amelyik felel a kérdésre. Kezdhetjük? Rajta. Mit talált Soma? Soma kukacos almát talált. Mit talált Soma? Melyik szót fogjuk aláhúzni? Bizony-bizony azt, hogy almát. Ügyesek vagytok. Olvassuk a második kérdést és a választ is. Mit vett Misi? Misi sok mákot vett. Melyik szó mutatja meg azt, hogy mit vett Misi? A mákot szó. Ügyesek vagytok. Az utolsó kérdés következik, és az utolsó válasz. Ki evett kását? A kis Elek kását evett. Kis, ki evett kását? Melyik szót fogjuk aláhúzni? Az Elek szót. Nagyon ügyesek vagytok. Muki szeret mesélni magáról és otthonáról. Ha párosítjuk a szókártyákat, és helyes, értelmes mondatokat alkotunk, elég sok mindent megtudunk róla. Lássuk csak, olvassuk az első oszlopban lévő szókártyákat. A kuckó ott lakik, mákos cipót a fal mellett, tele a polc. A második oszlopban lévő szókártyákat is olvassuk el. Kockával, pici, kóstol, muk, és ott a polc. Helyes. Lássuk, hogyan párosítjuk. A kuckó milyen is lehet? Pici bizony. Ott lakik, nem más, mint Muk lakik ott. Mákos cipót mit csinál? Kóstol. A fal mellett vajon mi lehet? Ott a polc. Tele a polc, mivel? Kockával. Most ezek között a mondatok között van egy olyan mondat, ami elárulja, hogy mi az egyik kedvenc étele. Ezt szereti kóstolgatni állandóan a kismuk. Lássuk, melyik ez a mondat. Úgy van, kitaláltátok, mákos cipót kóstol. Nagyon szereti a mákos cipót. Ügyesek vagytok. Muk nagyon szeret építeni. Figyeljétek csak meg, mit szerzett magának a vásárról. Olvassuk el a mondatokat egyenként, és keressük meg azt az egyet, ami megmutatja, hogy mit vett a vásárról a kis Muk. Olvassuk a mondatokat. A fiú
almát vett. A fiú pipát vett. A fiú kockát vett. A fiú pálcát vett. Nos, nézzük meg a képet, vajon mit vett a kis manó fiú? Bizony, bizony, a fiú kockát vásárolt a piacról. Gyertek, írjuk le ezt a mondatot, de előtte melegítsük be a kezünket Dezső Sárával. Fúj a szél a levelet, forgatja a kerekeket, így repül a kis madárka, szépen van a kis leányka. Édesanyám jó tésztát gyúr, édesapám deszkát gyalul, nagymama a sarokban font, három kislány, három taps. Sára megosztja velünk a ceruza tanácsát is. Hallgassuk meg! Két domb között a völgy elében meglapulok puhán szépen. Ne szoríts, mert fáj nekem, ha rátsz, azt nem szeretem. Írjuk le a megtalált mondatot. Figyeljetek a helyes ceruzafogásra, arra is, hogy mikor teszitek ki az ékezeteket, és hol pihenhet a kezetek. Írjatok szépen! Muk a vásárba egy tízes bankjeggyel és öt egylejes bankjeggyel érkezett. Hány leje volt összesen? Tehát egy tízes bankjegy és az öt egylejes bankjegy összesen 15 lej. Tehát 15 leje volt Muknak. A vásárba golyószámolókat is árultak. Muk ezzel is nagyon szeret játszani. Gyertek, írjuk le az általa kitett számokat, és hasonlítsuk össze. A piros golyók a tízesek számát mutatja, a kékek pedig az egyesek számát. Lássuk csak, az első golyó számolón egy piros golyónk van, és négy kék. Azt úgy írjuk le, hogy 14. A második golyó számolón egy piros golyónk van, és számoljuk meg, hány kék golyónk van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ezt pedig úgy írjuk le, hogy 17. Mit tudunk, hogy a 14-es kisebb, mint a 17-es? Ügyesek vagytok. Lássuk a harmadik golyós számolón, mit látunk. Két piros golyót. Ezt pedig úgy írjuk le, hogy 20. És az utolsó golyós számolón pedig egy piros golyó, és számoljuk meg, hány kék golyó van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ezt pedig úgy írjuk le, hogy 18. Mit tudunk, hogy a 20-as nagyobb, mint a 18-as. Muk élelmiszert is tett a kosarába. Megtudjuk, hogy mit szeret a legjobban, ha növekvő sorrendbe helyezzük a következő számokat, hisz a legnagyobb értékű élelmiszer a csemegéje. Ha növekvő sorrendbe kell helyezni számokat, akkor azt tudjuk, hogy mindig a legkisebb szám lesz az első. Itt a legkisebb szám a 3-as, utána következik a 11-es, 12-es, 15-ös, és a legnagyobb a 18-as. Tehát
látjuk, hogy Muk egyik legkedvencebb csemegéje a káposzta. Továbbá, ha csökkenő sorrendbe rendezzük a következő termékek árait, megtudjuk, hogy mit vitt eladni Muk a vására, hisz ez a legkisebb értékű portéka. Ha csökkenő sorrendbe helyezünk számokat, azt tudjuk, hogy mindig a legnagyobb szám az első. Itt ebben az esetben a legnagyobb szám a 19-es. A 19-es nagyobb, mint a 17-es, a 17-es nagyobb, mint a 15-ös, a 15-ös nagyobb, mint a 11-es, és a legkisebb szám az 5-ös. Nézzétek csak, egy nagy zsák hagymát vitt Muk a piacra. Lássuk, hány leje maradt a Manónak, ha, emlékezzetek csak vissza, hány lejjel indult a piacra? Egy 10-es bankjegye volt, és 5 1-lejes bankjegye. Ebből elköltött 2 1-lejes bankjegyet. Ezt a matematikába úgy írjuk fel, hogy 15 mínusz 2, ez egyenlő 13. Ügyesek vagytok. Na de említettem, hogy kockát is vásárolt Muk, tehát még a 13 lejből elköltött 3 lejt kockára. Lássuk, hány leje maradt Muknak. 13 mínusz 3 egyenlő 10. 10 lejjel maradt Muk. Amikor a megmaradt pénzét zsebrevágta és fürkészni kezdte a piacot, régi ismerősét Rádut pillantotta meg, amint édesanyjával éppen felé igyekezett motyogva valamit. Plin de entuziasm, el fu la observat pe Radu pășind vesel pe lângă mama lui, spunând o poezie. Haideți să-l ascultăm! La piață de Paula Cojocaru. Într-o zi de dimineață, merg cu mama mea la piață ca să cumpere legume, că sunt proaspete și bune. Pe tarabe, dragi copii, vezi legume timpurii. Ridichi, ceapă și salată, plină este piața toată. Și spanac și pătrunjel poți să pui în coș ce vrei. Eu le consum voios să cresc mare sănătos. Unde a fost mama și Radu? Mama și Radu au fost la piață. Ei acolo au văzut multe fructe și legume. Ajungând și au cumpărat fructe precum mere, piersici, nuci, pere, prune, struguri și gutui. În coș au pus legume ca morcovi, varză, roșii, salată, cartofi, ceapă și ardei. Ajungând acasă, Radu se simte foarte fericit, deoarece el iubește fructele și legumele și știe cât sunt de importante pentru a crește sănătos. Din legumele cumpărate, el și-ar dori să-și prepare o salată de legume, dar pentru acesta are nevoie de ajutorul nostru, fiindcă trebuie să rezolve câteva sarcini. Prima sarcină este să spună mai multe fructe. Un măr, mere. O pară, pere. O nucă, nuci. Trecem la a doua sarcină. Acum spunem numai una. Roșii, o roșie. Castraveți, un castravete. Cepe și o ceapă. Următoarea sarcină ne este dată de două legume. Domnul Morcov ne întâmpină bucuros și ne roagă să despărțim în silabe cuvântul morcov. Cum va fi? Morcov. Să alcătuim o propoziție cu acest cuvânt. Eu v-am adus propoziția: morcovii sunt dulci și suculenți. Și doamna Ridiche ne întâmpină bucuroasă și de data aceasta ne roagă să despărțim cuvântul ridiche. Ri-di-che. Să alcătuim o propoziție.
Eu vă propun, drept exemplu, propoziția ridichea este gustoasă. Ei bine, Radu și-a făcut o salată minunată unde ne-a invitat și pe noi. La acest ospăț a venit și doamna Zâna Legumelor, care ne felicită și ne recomandă să consumăm multe fructe și legume pentru că au vitamine. Ca mulțumire pentru ospitalitatea lui Radu, am făcut împreună cu acesta o plimbare în pădure. Iar acum urmează să ne luăm rămas bun chiar și de la iepurilă. La revedere, iepurilă, te așteptăm și ora viitoare. Cu bine! La revedere!